A Munkácsi kiállítás 20 ezredik látogatóját köszöntötték pénteken. Tilhoff László és neje Tilhoff Lászlóné Enyingről utaztak Székesfehérvárra, hogy megnézzék a kiállítást a Szent István Király Múzeumban. Nem gondolták, hogy az egyszerű látogatás rögtön jubileummá válik, hiszen ők lettek a szeptember óta látogatható tárlat 20 ezredik látogatói. A Tilhoff házaspár régóta szerette volna megnézni a kiállítást, néhány hete pedig a Fejér megyei hírlapból értesültek arról, hogy még néhány hétig látogatható a válogatás. Az természetes, hogy jövünk, mert albumunk is van, egy 1000 éves album, amit én már nézegettem otthon, hogy mi várható, mit nézek meg hát ez kell, hogy valaki lássa és megnézze, pláne a mi korunkbeliek. A Tilhoff házaspárt Cserpalkovics András polgármester és Pokrovenszky Krisztián a Szent István Király Múzeum főigazgatója egy ajándékcsomaggal köszöntötte. A városvezető kiemelte, a 20 ezres szám jól tükrözi, milyen népszerű a Fehérvárra érkezett tárlat. Bízik abban, hogy a következő hetekben is még nagyon sokan látogatják meg ezt az egyedülálló kiállítást. Nagyon nagy öröm volt, hogy közben is bővült a gyűjtemény, hiszen új festménnyel is kiegészült, azok számára is izgalmas lehet, tehát akik egyszer esetleg már látták, hiszen újdonságokat is találnak, és ebbe a kiállított térben nyilván minden festmény egy kicsit máshogy is mutat, és az, hogy megérte ezt a kiállítást Fehérvárra hozni, az pedig jól mutatja, hogy pár hét leforgás alatt most már több mint 20 ezeren látogatták meg a Munkácsi kiállítást, illetve 6 történeti kiállítást, ami ezzel párhuzamosan elérhető. Pokrovenszky Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója kiemelte, az elmúlt napokon is sok látogatója volt a tárlatnak, ami bizonyítja, hogy nagy az érdeklődés Pák Imre gyűjteménye iránt. Tegnap is egyébként nagyon sok érdeklődő volt, több mint 400-an látogattak ide, majdnem 500-an, tehát a két ünnep között is óriási az érdeklődés, és nagy büszkeség számunkra, hogy már idén köszönthettük a 20 ezrediket, és hát reméljük, hogy januárban sem hagy a láb az érdeklődés a kiállítás iránt. A Munkácsi kiállítás 2024. január 14-éig hétfőtől vasárnapig 9 és 19 óra között látogatható a Szent István Király Múzeum rendház épületében. A jegyárakról és további részletekről a Szent István Király Múzeum honlapján tájékozódhatnak.